Sziasztok! Ma folytatom az Age of Mythology végigjátszásomat, és itt maradt abban, hogy megvolt a 22. fejezet, most jött a 23. a törpe kohó. Azért, hogy elérjék Midgardot, Chiron azt ajánlja a hősöknek, hogy keljenek át néhány törpe bányán, miután megtisztították őket az óriásoktól. Menjünk! Egyefene! What do you think, Itri? We're running out of time. What choice do we have? What do you think they'll want? What are you little men doing up here? Ah! Oh, get your help! We need your help. Then come out of the shadows and speak with us. Ennyi. Megmondta a csaj. Our forge has been invaded by giants. We need your army to drive them out. I'm sorry, we don't have time to help you. Wait. Can you reach Midgard from your forge? Of course! Our forge is deep under the mountains and our mines go all the way through. You'll help us then? If you deliver us into Midgard. Excellent! Come! The mine entrance is this way. Okay. Erre kell menni? Menjünk erre. We can build our base in this area. Mennyi vagy? Falusiak... Micsoda? Ez az undorító ezek az undorító alakok köveket hajigálnak, sziklákat, lol. Ezt a két kis törpöt rá lehet nyomni ezére. Farmszedésre. LOL. Az úgy komoly. Oh. Építsünk pár házikót, és derítsük fel a terepet, hogy mi itt a helyzet. Chiron. Aha. Úúúú. 10 000 életerő. Na jó, mínusz egy híja. De az annyi. Ja, hogy ez már megint izébe van? Ősiesbe? Ó, baszki. Ja, ez csak felderítő. Amandra, ugorj! Puff. Oké, és derítsük fel akkor erre fel a terepet. Aha. Építsünk ide falat, hogy nem ásszanak már föl mindig oda. Azt hittem megtámad a Maci Laci. Aha, itt van víz. És itt? Itt semmi. Oké. Kell egy akadémia. Hát itt van némi fa, de nem olyan sok. Na remek. Gyertek ide. Ó. Építsünk ide egy falat. Ne jöhessenek olyan sok helyen, csak max egy helyről. Azzal is gyengítsük őket. Skipan. Az nem lehet. Mi a... Így. Oké. Még több farm kell, és már jönnek is. Hegyi óriások.
Jó. Kéne pár egység. Ú, és lassan aranyat kéne szedni. Yao? Something. Yao? Something? Yeah, we. Jó, remek. Ó, itt van 6000, az jó. Nagy aranybánya. Az kell. Gyertek aranyat szedni, kis törpök. Ezek gyorsan gyűjtik az aranyat. Kis törpék. Ja, jó, gyorsan nyomják. Kéne egy valkűr. Oké. Még több farmot. Ide kell eljutni, nagy törpe kohóba. Ijajjaj. Jó seregre lesz szükségem. Jó nagyra. Csináljunk törpéket, azok gyorsabban szedik az aranyat. Törpe gyorsabban bányász aranyat, de lassabban gyűjtenek ennivalót és fát. Hát, ja. Mítikus korszak. Oké. Az úgy okés, hogy te már mítikusba vagy. Én is örülök. És már jönnek is. Hát mondjuk a hősökkel nem bírnak. Szóval a mítikus egységek hiába jönnek hősök ellen. Esélyük sincsen. Parasztokat... Ó, visszaküldöm fára. Jöjj! Azért nyomják. Jó, persze egy akkora nagy hegyi óriás tud sebezni az alap, de hát, na, akkor is. Hát ide. Pár házikót. Még több valamit. Killpoint! Kis törpök. Lol. Jó van, kell egy fejlesztés, hogy legyen izém. Védőszűz valkűröm. Még kell két törpe. Kicsi törpék. Erősek a törpék. Hogy több életerejük van, mint egy sima falusinak. Egy szóval erősebb. Támadóban és páncélzatban ugyanolyan erős, de életerőben 10-zel több van neki. Kell pár ilyen valami. Kell egy ilyen ökörszekér. Még több farm. Ide egy ökörszekeret, ne kelljen innentről elhordják oda, hanem csak itt lesz egy ökörszekér, azt abba hordják bele. Így, és akkor még 5 ember, 2 fára. Így, né. Ó, Fenris farkaskő. Ennyi vagy. Meg is murdelt. Kivel vagyunk? Torral? Fejleszünk fegyvereket. Az kell. Amúgy is át kell a
kövi körbe menjünk, vagy kövi körbe, mindig kört mondok, kövi korba. Leszük ki eztet, gyorsabban gyűjtsék a kaját a tanyákról. És harci vaddisznó, az jó. Azt szeressem. És mivel Thorral vagyunk, Thornál kevesebbe kerül a fegyverzete fejlesztése. Egy 50-essel mindig. Mindig minden egyes fegyverzet kifejlesztése 50-nel vagy 100-zal kevesebb. Mi a... Akkor ezek szerint ez az átjáró leomlott. Hát persze. Ne építsünk falat. Ahogyni? Hogy csak szemből lehessen támadni. Wow! Arany van, nem is növekedett ennek a fejlesztési költsége. Csak élelemben. Szóval az előbbi 100-ért fejlesztettük ki. És annyi az egész, hogy kifejlesztetted a Thorral első korszakban az összes fegyverzetet. Az a legjobb Thorral játszani. Hogy alap korban kifejleszthetsz minden fegyverzetet. A leges legnagyobbakat is beleértve. Ó, pár óriás. Ennyi. Mennyibe kerül egy szűzvalkűr? 20-ba, atyaik. 20 kegybe. Kicsit sokat kérnek az istenek. Ajjajjaj, tűzóriások. Vissza te. Fejlesztjük ki a kardosokat. What? Ez komoly? Jau? Jau? Sképhan? Jau, jau. Ó. Sképhan? Te, vissza ide. Na jó, kezdjük meg a támadást. Egy kicsit. Ez hova megy? Ja. Ó, lett egy kis kegyem. Ó, de hülye vagy, ide gyere. Ne már, haver. Ez komoly. Írjátok ki! Terítsük fel a terepet. Lett még egy kis kegy. Kell az, jó pár valkűre lesz szükség. És aranyra is fára lesz a legtöbb szükség, mert ezeknek a kardosoknak csak az kell, arany és fa, és ezek és testőrök, de ezek nagyon erősek. Terítsük fel itt is a terepet. Igaz, hogy szükségem lesz ilyen izékre is. Jobb egységekre, de hát... Na. Jarlok is nagyon jók. Még egy valkűr. Pár fejszedobigálós. És fejlesztünk ki egy kis technológiát, hogy gyorsabban képezzük a csapatokat. Something.
Na ott fel, Kairon! Ennyi. Egy farkas kölyök. Fenrisből. Jó, te ott ide. Ezt megépítjük. Tengeri kígyók, na ezek erősek. Ajjajjaj. 40-es támadó erő, 800 életerő. What? Az mit keres itt? Ne! Az... Anyád! Az mit keresett ott? Ennyi vagy. Megmurdáltél. Kell nekem egy kis arany. Gyere ide, és nem, van itt elég aranyunk, nem szükséges most piacokat építeni, karavánokat. Ez mi? Növeli az épületek erősségét és a romboló támadásokkal szemben, mint az ostrom eszközökkel sokkal ellenállóbbá teszi. Oké, és... Egy farmot. És... kicsit túl sok élelmet adtam el. Gyerünk, gyerünk, gyerünk gyorsan. Ragnarokot választjuk. És fegyverzetet fejlesztünk. Hagyjátok, hadd menjen. Fejlesztjük kemény fegyverzeteket. Ebből adjunk el. Kell egy vaddisznó. Harci malac. Vas fegyverek. 500 az 500-zal. Wow. A törpék jó gyorsan kalapálják az aranyat. Ez tetszik. Hopps, az csak belesétált a csapdába. Felmegyünk ide, ezt azt el kell foglalni, gondolom. Ez mi? Megnövel a farkasbőrös. Hozna, oké. Okay. Ajjajjaj. Gyerünk, Aaron! Ajjajjaj. Vissza te. Majd a hősök intézik. Jó, fejlesztünk egy kis komolyabb technológiát. És
és ilyen bajnok katonákat. És akkor mehetünk is tovább. Ja, meglettek a bajnok katonák, ojjjjjjj. Istenek pörője, minden emberi harcos támadási erejét megnöveli. Az kell. Na, ennyi. Vissza is vertük őket. Ha? Túl könnyű volt. Meteorit vaspáncél. Hát nem is lehet az izéknél a... többi népnél, vagy igen? Ragnarok. Ennél jobb nincs. Minden egységet behívnak. Katonának. Annál nincs jobb. Na jó. Haladjunk. Foglaljuk el anyád. Írjátok már ki. Gyerünk, oké, és előre. Ujjjjjjj, jó nagy sereg. Atraus. Itt kell menni föl. Remek. Hagyd békén a malacomat. Arkantos megerősíti őket. What? Írjad ki. Ennyi. Jó, pár házikó maradhat. Jaj. Atya ég. Jó páron vannak. Hányik vagytok? Ez a miénk? Vagy nem? Ja, itt még van egy. Addig nem a miénk, még meg nem öljük az egészet. Kohónak fenn kell maradnia. Ó, anyád. Azaz. Csak így a semmiből jelennek meg ide, izék? Óriások. What? Te hagyod békén. Kapjátok szét őket.
megint kiütik szegény Kejront. Ennyik vagytok. Mi? Kutasd ki a titánokat a kohó... Mi van? Titánokat a kohókon belül, hogy az... Hogy mi van? Yes! Arkantus megnöveli az erejüket. Vissza! Maradj! Ennyi, szét is kalapálták. Jó, mert lehet javítani a kohókat. Mondjuk egy se szabad leboruljon a három közül. Nem veszítetek egyet se. Van valaki üröm? Egy darab. A franc. Erre vissza, kis törpe. Folyamatosak ezek a támadások. Még több óriás és ronda troll van az útban. mi az a nagy víz? Be kéne venni ezt az erődöt. Mi van itt? Ajajaj! Még most tüzessek a fegyvereink, hamar romboljuk az épületeket. Aha, itt a képzőegységed. Csak úgy özön le nek innen. Már nem. Ennyi. Innen már nem özönlik senki. Vágjátok, hogy innen csak úgy jöttek kifele az ellenséges egységek. Már még nem kellett, nem képzés volt, hanem egyszerre 4-5 jött kifele. Nem folyamatosak voltak a támadások mindig. Na ennyi. Hát innen se jön több, hát senki. Lol. Vajon erre mi van? Nézzünk körül. Itt már semmi nincs. Menjünk ide. Hú, jó ez a Ragnarok képesség. Ezzel nyírod őket. Hé, hey, te kimaradtál a csatából. Oké. Nyomai testőr. Mi van erre? Itt is ellenség?
The giants have invoked a healing spring. We can use it if we control the area around it. Wow. Nem, nem ellenség. Innen nem is jöttek soha. Fasza, mert gyógyítja az egységeket. Ennyi. Kell 300 arany. Jó, ez hamar meg lett, most meg csak állunk itt, még lejár az 5 perc. Lol. Nem, nem. Ti ide. Ti vissza ide. Most várhatunk, még lejár az 5 perc, és akkor... izé, és vége. Már csak 4:40. Addig elmászkálunk itt a térképen. Wow! Annyi malac. Pedig nem igazán lett volna esélyünk használni ezt a titot, hogy gyógyítsuk az egységeket, mert egyfolytában jött az ellenség mindig. Szóval nem igazán van rá időd, hogy gyógyítsd őket. Vajon mi van itt? Gyerünk ide. Kivéve a hősök. Úgy, csak ti. A hősöket itt hagyom, biztos ami biztos. Tudom, hogy nem jön ellenség már több, de egy fene, miért ne? Hol a többi malac? What? Erre meg megjelenik itt egy Fenris kölyök. Honnan jött az? Honnan jöhetett? Gyerünk ide. Elvesztek amúgy a malacaim. Oh, hello. Biztos van itt még pár. Elnézést. Na, akkor folytassuk. Még 2 perc, 40 más, 45. Addig nézelődjünk. Ó, itt is van arany alap. Arra mindig szükség van. Egy kis bázis. Vagy csak egy torony, de mindegy. Itt egy Fenris farkas kölyök. Akkor innen jönnek. Nyírjad ki. Nyerünk. Ennyi. Arkantos 15 támadó erős. Ajax 17. Wow. Csak úgy a semmiből nem jelenhet meg egy farkas kölyök, vagy igen? Fejlesszük ezt is ki. Komoly fegyverzet. Minden egy támadó, minden támadás nagyobb sérülést okoz az óriásokban. Hello! What? Relikviák. Wow. Mi van? Mi jön? Mit beszél ez? Szetes. Elveszett sír. Milyen izék ezek? Fölösök egyetlen lövéssel megölik az állatokat. Mesterlövészek. Ez egy lassú arany növekedés. Remek. Hát ennyi lett volna ez a pálya ezek szerint. Nem olyan izé,
itt voltak múmiák, szóval értitek, fenn éjszakon múmiák. Farkasbőrösök támadó, mi? Megnöveli a hoplitát, ja, meg a farkasbőrösök támadó erejét. Az is jó. Na jó, hát ennyi lett volna ez a küldetés, ez a hely itt, ez itt kemény volt. Jó sok ilyen Ragnarok hősöm elveszett, de lenyomtuk őket. Ó, oh. Meglettek a malacok. Ez az győzelem. Már rég megmentettük, de mindegy. Videó? Á, lesz. Király. The forge is yours again. I think I've had enough of the giants. Oh, you'll have plenty more giants in Midgard. Come, we'll show you the way. Most of you aren't Norsemen. Why are you going to Midgard? An enemy of ours has come here. He is looking for an entrance into the underworld. We must stop him. The underworld? Niflheim? Well, good luck. This is Midgard. We must return to our forge. Do you think they will find the passage into Niflheim? Who else are we going to follow? Come, let's get everything together quickly. First the Fairhair clan raids us. Now these giants come down from the hills. Keep quiet. Another giant is coming this way. What kept you? It took our Arcantos longer to get through the pass than we expected. Has Loki taken care of our opposition? Yes. There is a god who watches over these people. But Loki found a source of his strength, a hammer, and destroyed it. He has no power without it. Excellent. I may not have to kill you after all, Kempsey. Let's go. Lol. Na hát, igen, Loki benne van ezek szerint. Na mindegy, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!